Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Üdvözöllek az Idegenvezető Akadémián, gyorsan átnézem itt a dolgokat, hogy minden rendben van. Köszönöm, hogyha jelzitek felém, hogy hallani, látni. Szia, hallunk! Szuper, jól van! Akkor arra kérnélek még benneteket, kérlek, hogy mute, igen, hogy ha véletlenül a mögöttetek, nekem is vannak gyermekeim, éppen most reggeliznének, akkor ne halljam, jó? Úgyhogy kérlek szépen galaxitabb, ha lehet, akkor vedd le a hangot. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Közben látom, hogy 27-en vagyunk, ugye 100 résztvevőt tudtunk ma befogadni erre a webinárra. Hogyha valami gubanc lenne, akkor előre elnézést kérek, első webinárom, életem első webinárja. Ez a webinár visszanézhető lesz, és nagyon remélem, hogy érdekes lesz számotokra. Egy picit akkor még annyit, hogy előjáróként, hogy én leszek a webinárnak a háziasszonya ma, Duncsák Krisztina, 10 éve idegenvezetőként dolgozom, itt Portugáliában, és nagyon-nagyon sok hasznos tippet hoztam számotokra. Egy picit itt megnézem a dolgokat, előállítom, ugye, amit már előállítottam, és arra kértelek benneteket itt a chatben, hogy ha kérdést tennétek fel, akkor kérlek szépen írd azt, hogy kérdés, utána pedig jöhet maga a kérdés. Ennek az az értelme, hogy könnyebben ki tudjam bogarászni majd a végén, és könnyebben tudjak adni választ. Maga a webinár 45 perces lesz, utána pedig 30 percben megválaszolom a kérdéseidet. Már előre kaptam nagyon sok kérdést, és 4 érdekes kérdést ki is választottam, amit e-mailben kaptam, úgyhogy ezt is meg fogom válaszolni. Meg is van a prezentáció, megosztom a képernyőképet, és szerintem szépen lassan már kezdhetjük is. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, nagyon sokat készültem erre, mégpedig 2 hét felkészülés volt, de úgy gondolom, hogy megértem. Jó? Ez itt szerintem úgy rendben is van, ugye? Jól van. Ahogy mondtam, néha egy picikét bénázni fog. Rendben. Akkor kezdjük is. Szóval Duncsák Krisztinának hívnak, idegenvezetőként dolgozom Portugáliában, és a mai webináron, hogy miért is az idegenvezetői szakma az egyik legizgalmasabb hivatás, mert hogy hogyan leszel a kereset a piacon, és egy kicsikét arról, hogy miért érdemes idegenvezetőnek lenni. Kérlek szépen, még egy nagyon fontos dolog eszembe jutott, hogyha véletlenül nem hallanád a hangomat, akkor olyan praktikánk van, hogy kilépsz a linkből, a Zoomból, és újra csatlakozol, jó? És akkor automatikusan fogod hallani a hangomat. Kérlek, azért jelez nekem csendbe, hogyha valami gond lenne, majd figyelem azt is. Jó. Szóval miért az idegenvezetői szakma az egyik legizgalmasabb hivatás, és hogyan lehet keresett a piacon? Mi volt a célom ezzel a webinárral, egyáltalán meg ezzel az akadémiával? Hogy jött maga az ötlet? Mégpedig nagyon sok kérdést kaptam az utóbbi évben, és rájöttem arra, hogy nem tudom ezeket megválaszolni 2 percben, 3 percben, viszont nagyon sok időmet elvette, és ezért úgy döntöttem, hogy lenne értelme egy ilyen akadémiának, amiben épp azt szeretném kifejteni, hogy milyen problémákkal szembesültem, milyen nehézségeim voltak, és tudjuk azt, hogy amikor tanulunk, mert hogy ez nagyon fontos, és itt egy picit tényleg felkiáltott jelet tennék ezzelé, hogy amikor tanulunk, ugye, mert hogy az idegenvezetői szakmában csak is engedéllyel ugye dolgozhatunk, és ez nagyon-nagyon fontos számomra is, és én is engedéllyel rendelkező idegenvezető vagyok, akkor nagyon sok információt kapunk, de hogy induljunk el, mik lesznek azok a buktatók, és amiért akár tényleg több pénzt hagyhatunk az asztalon, volt egy ilyen kis videóm is, erről szeretnék nektek egy kicsit beszélni. Kérlek, maradj végig a webináron, ugye, mert hogy a végén lesz egy 30 perces kérdez felelek tőlem. 15 éve élek Portugáliában, és most egy kicsit a történetemről, hogy kerültem ki.
Édesanyám 22 éve él itt Portugáliában, cukrászként dolgozik, felajánlották neki, hogy van munka. Ezáltal ugye ő kijött, és hát maradt. Azért, mert Portugáliában nagyon sokat cukrászda, kávézol, és hát szerintem egy nagyon jó országról van szó, és amikor láttam, hogy nem is olyan rossz, mi is kijöttünk a férjemmel 15 évvel ezelőtt. 15 évvel ezelőtt azért teljesen más élet volt itt, nem a habatortán, de úgy gondolom, hogy mégis jobb, mint ahogyan én jöttem, mert hogy én kárpátaljai magyar vagyok, és tudjuk, mi a helyzet, és 15 évvel ezelőtt is ez volt a helyzet ott. Két gyermekem már itt született Portugáliában, mind a ketten a férjemmel zenészek vagyunk. Mivel éjfélkor jöttem haza nagyon gyakran, és nem szerettem volna dolgozni az éjszakában, zenészként, szimfonikus zenekarban, trombitaként dolgoztam, ezért úgy döntöttem, ugye, hogy váltani szeretnék. És nekem ez volt az a célom, hogy én így nem szeretném élni tovább az életemet, vagy a babysitterre hagytam a gyerekeket, vagy éppen édesanyámra. Nagyon fájdalmas volt az a rész, amikor ugye a gyerekemet kivettem otthon anyukámtól, és akkor hazavittem ugye az ő ágyából a kis bölcsőbe, és beletettem. És akkor, ahogy azt szokták ajánlani, hogy vegyünk egy tiszta lapot, ugye, és akkor írjuk fel azokat a dolgokat, hogy miben vagyunk jók. Én nagyon sok pszichológiai könyvet olvastam már 25 évesen is, és az önismeretem útja már akkor elkezdődött. Ezért felírtam egy lapra, hogy mi az, ami számomra fontos. Szeretek utazni, akkor már körülbelül egy ilyen 20 országban voltam ugye a zenekar által, ma már 43 is megvan véve a 46. országomnak a repjegye, és láttam, hogy szeretek emberekkel ugye foglalkozni, szerepelni, ez igen, mert hogy ugye trombita művész voltam, és hogy nekem hiányzott az, hogy nem volt kivel magyarul kommunikálnom, mert a férjem nem magyar, ugye kárpátaljai magyar vagyok, sőt ukrán, és csak a gyerekeimmel gagyogtam, ugye, és a édesanyámmal, akihez néha átmentem hétvégén. Szóval ez is nagyon fontos szempont volt számomra, hogy a magyarságomat azt azért meg tudjam tartani. És hát így jött az első ötlet, hogy akkor hol is kezdjem, és talán az idegenvezetés, talán az, hogy bemutassam, hogy az országomat, mert hogy érdekelt, mindig megkérdeztem, hogy Úristen, és ez a kaja hogy készült, és ez a szobor miért van itt, és milyen az időjárás, és még sorolhatnám. Úgyhogy vegyük is át, hogy miért lettem idegenvezető, ezt most el is mondtam nagyjából, mik voltak a kezdeti nehézségek, és hogyan sikerült legyőzni a kihívásokat. Miért lettem idegenvezető? Ez volt az értelme, hogy akkor életmódváltás, mert hogy legyen több időm a családomra. Mik voltak a kezdeti nehézségeim? A kezdeti nehézségeim azok voltak, hogy akkor hogy kezdjem el? Rendben, utána keresel, hogy milyen sulik vannak, hol érdemes tanulni, mi kell hozzá, és mindenki így kezdi, biztos vagyok benne. Belépsz több-több csoportban, ahol ugye kapsz visszajelzéseket, látod a keresőben, hogy csinálják mások. De hogy el is kezdtem tanulni, de hogy utána meg mi van, ugye? Közben tudom, hogy érdekes, amiket mesélek, de megnézem a csetben. Minden rendben? Mindent hallani? Megköszönöm. Igen. Szuper, köszönöm. Akkor még egyszer azt kérem, hogy a hangot azt vegyük le, és a videót is, mert hogy ugye ez visszanézhető lesz, és a GDPR miatt ugye talán, hogyha valaki nem szeretné, hogy lássák őt, akkor a videót vegyük le, és a hangot. Köszönöm. Szóval a lényeg az volt, hogy életmódváltás, és a kezdetén úgy gondoltam, akkor be szeretném mutatni, de hol kezdjem el, és a Facebook volt ez a felület, ami mai napig is nekem a fő csatornám, de majd mindjárt erről is lesz szó, hogy hol érdemes magunkat reklámozni. A Facebookon kezdtem egy ilyen blogot vezetni, egy oldalt vezetni, és ugye aminek az a neve, hogy Magyar Idegenvezető és Utaskísérő. Az utaskísérő az azért volt fontos számomra, és meg is kérdezték tőlem, miért légi utaskísérő vagy. Viccesen nem, hanem azért, mert hogy én beszeretném mutatni az országot úgy a vendégeimnek, hogy végigvezetem őket, és a segítségemet nyújtom, és nem, hogy ott vagyok előttük, és akkor úgy ledarálom a dolgokat, hogy jó, vége van a munkaidőmnek, és hazamentem, hanem tényleg segítségnyújtásról volt szó, meg mai napig is arról van szó.
És ezáltal ugye a Facebook oldalon elkezdtem bemutatni, hogy ilyen időjárásunk van, és minden nap egy kicsit posztoltam. Ismered ezt az ételt, például a, tanuljuk meg az öt portugál leghíresebb szót, hogy olá, ciao, szia, köszönöm, és még sorolhatnám. És a visszajelzések, hogy a Facebook oldalon nagyon pozitívak voltak, és ezáltal én azt láttam, hogy hú, hát jönnek a kérdések, akkor ezután is utána nézek. Azt kell tudni, hogy nem feltétlenül fogjuk az elején mindenre tudni a választ. Rengeteget kerestem, rákérdeztem portugáloktól. Ugye én a portugál nyelvet úgy tanultam meg, hogy amikor kijöttem Portugáliába, akkor a Coimbra Egyetemen tanultam a nyelvet a férjemmel napi szinten 4-5 órán keresztül. Nagyon intenzív volt, és egy év alatt el is jutottunk arra a szintre, hogy közép szinten beszéltük a nyelvet, és így kerültük, ugye először, így kaptuk meg az első szerződéses munkánkat, mégpedig Dél-Portugáliában, ugye zenes suliban, ahol pedig már nagyon gyakran hát portugálokkal voltunk körülvéve, és kommunikáltunk minden napi szinten portugálul. Úgyhogy innen jön az, hogy a portugáloktól ugye tudtam én is információt kapni, és hitelesen átadni azt, amire rákérdeztek ugye a vendégeim. Szóval az első nehézségek, ugye a kihívások ott voltak, hogy amikor már ugye végzésem is volt, hogy akkor hogy szerezzem meg az első vevőket. És az első vevőknél pedig beléptem különböző csoportokba, ahogy mondtam is, és összeállítottam egy katalógust. És mai napig azt látom nagyon sok idegenvezetőnél, hogy valamit elad, de nem tudja, hogy mit ajánljon fel, és ezáltal például, ha én nekem elmesélve egy történetet, hogy nemrég Örményországba utazom a jövő héten 25-én, és Örményországban is van magyar idegenvezető. És akkor felajánlottam neki, hogy, vagyis meg rákérdeztem, hogy én is szeretnék idegenvezetést, mert hogy idegenvezetőként, ha nem hiszek abban, amit csinálok, akkor mi értelme van, és én is kérek idegenvezetőket, amikor külföldre utazok, pihenni, utazom pihenni, és ezért megkérdeztem tőle, hogy akkor szeretnék, és akkor mit ajánl fel. És ő írt rám, annak ellenére, hogy szóval nagyobb csoportoknak, híres utazási irodáknak dolgozik, hogy én írjam meg neki, hogy mit szeretnék. De hát én ebben az országban soha nem jártam. Fogalmam sincs, hogy mi az alap, mit kell látnom, és hogy mi mennyi időbe telik, már arról nem is beszélünk, hogy ez az anyagiak nekem megfelelőek vagy sem. Ezért kezdő idegenvezetőként neked azt ajánlom, hogy állítsd össze a túráidat egy prezentációban, ahogy én is most tettem ezt, a Canva erre nagyon jó felület, de ha rákeresel például akár Word-be is megcsinálhatod ezt bárhol. A lényeg az, hogy legyen egy olyan ajánlatod, ami által ugye a vendégei ezt már ki tudják, vagy el tudják dönteni, hogy mit szeretnének tőled rendelni. Úgyhogy így volt ugye az első dolog, hogy ahogy elindítottam, hogy volt egy Facebookom, és volt egy ajánlatom, és a harmadik, ami nagyon fontos, hogy engedéllyel rendelkező idegenvezető legyen, de ezt csak akkor tudod, hogy érdemes-e neked, hogyha a blogot, amit elindítasz, majd mindjárt arról is lesz szó, hogy miért ez fontos, hogy legyen egy olyan felületed, ahol minden nap reklámozod magad. A reklámot azt úgy értem, hogy megmutatod magad, ugye? Nézzük is, hogy már nagyon előre mentem, szóval a prezentációban, szóval az a lényeg, hogy így kezdtem, és ezek voltak az első ilyen kihívások ugye az elején. Jöttek az első vendégek, már volt egy ajánlatom, volt egy oldalom, ahol ezt itt be tudtam mutatni, és a Facebook erre fantasztikus volt 10 évvel ezelőtt. De hát jött ugye, utána pedig már az Instagram, ma már akár a TikTokon is fent vagyok, és őrültségnek tartottam, úristen, én erre a platforma biztosan nem fogok felmenni, de ma már a TikTokról is érkeznek vendégek, és hogyha te úgy érzed, hogy szeretsz videókat is vágni, mert ma már 2024-ben ez nagyon fontos, és szerintem a videóknak sokkal nagyobb ereje van, akár most is itt vagy velem szemben, mint
például annó 10 évvel ezelőtt a képeknek, és hogyha nagyon jól tudsz írni, akkor nagyon ajánlom, hogy tényleg történeteket írj, úgy, ahogy most is elmeséltem neked ezeket a történetemet, mert ezzel jó kis kulcs kereső szavakkal megtanálnak téged akár a blogon, és idővel pedig az is fel, ugye eszembe jutott, hogy lenne értelme az oldalamnak, amikor már jöttek az első ugye, megkeresések, például weboldalt ugye, indítanom. Egy nagyon gagyi, ingyenes weboldallal, amit én állítottam össze, indítottam. Na hát ezt neked nem ajánlom, amúgy is már 10 év eltelt, és tényleg inkább ha te meg tudod csinálni, fantasztikus, de ha nem, akkor keres egy webbest, aki neked ezt így összeállítja, és érdemes, hogy legyen saját weboldalad. Miért? Mert a weboldaladon ugye fel tudod tölteni ezeket a blogcikkeket, amik be vannak SEO-zva, ezeket az ajánlataidat, és ha nagyon ügyes vagy, akkor a Google keresőben ezekkel az optimalizált szavakkal még jobban rá fognak találni majd a vendégek. Nagyon fontosan tartom azt is, hogy döntsd el, hogy milyen fajta idegenvezetés szeretnél idegenvezetni. Nem egy-két ugye már olyan kezdő pályaváltónak, vagy akik feltették nekem a kérdéseiket, segítettem azzal, hogy ha neki tetszik például a street art, ha szereti a színes falakat, akkor nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Sixtusi Kápolnyából fog idegen vezetni, mert hogy nem az az ő fő, nem is tudom, idegenvezetési formája, hanem neki az áll jó, hogy ő most ott kis sapkában ott rohangál, nem tudom, és akkor ezt jól csinálja. És miért tartom ezt fontosnak? Mert hogy megtaláld a te azt a kis utadat, ahol te be tudod saját magadat mutatni, mert a vendégek érzik, hogy te ott vagy, ahol lenned kell, és azt nagyon jól csinálod. Szóval, ha te nagyon jó storytellingeket tudsz elmesélni, például az én idegenvezetésem miért jó? Fontos, hogy tényleg tudd, hogy miben vagy jó. Néha, ugye amikor a utazási irodáktól jönnek idegenvezetők, és együtt kell dolgoznunk, azaz ő az én jobb kezem, így mondom, azt látom, hogy elmondom a dolgaimat, és utána pedig az idegenvezetőnek, akit küldenek ki Magyarországról, ő viszont neki az a fontos, hogy 36 méter volt, 83 belmagasságú, a jobb oldala annak az épületnek kicsikét nem, el van torzolva. Jó, ennek is van értelme, hogyha el van torzolva, akkor elmondjuk egy érdekes történetben, hogy miért van annak eltorzolva annak az élet, de hogy nagyon így belemegy ilyen mély dolgokba. És őszintén én azt látom, így 10 év után, hogy az emberek már elkezdnek ásítani, és már rég a fülesük a fülükben van, és zenét hallgatnak. Rendben van, hogyha te olyan célcsoportot fogsz magad köré összegyűjteni, akik ezt értékelik. De hozzám olyan vendégek érkeznek, akik azt értékelik, hogy elmondom, hogy mennyi a minimálbér Portugáliában, és hogyha te Magyarországon idegen vezetsz, akkor biztos vagyok benne, hogy ez érdekelni a te vendégeidet is, mennyi az annyi, az adó, a kenyérára, nem tudom, de mindenki megkérdezik a kenyérárát is, például milyen az egészségügyi rendszer, a nyugdíjrendszer, és ezeket tátott szájjal szokták hallgatni az idegenvezetésemet, emellett pedig el szoktam mondani, hogy ha nem mondok el egy-két számot, egy-két történelmi faktot, akkor nem lesz hiteles az idegenvezetésem, és teljesen más értelmét veszi az idegenvezetés, és ezért adnak engem általában ugye a vendégek másoknak, és itt tényleg már átmennék, mert szeretném tartani az időt is, hogy hogyan élek most, eljutottunk erre a pontra, 2024-re előre be vagyok táblázva, ez ilyen nagy szónak tűnik, de tényleg májusra, már nagyon-nagyon sok, májusig, bocsánat, egy fél évvel előtt, általában már nagyon sok megrendeléseim vannak, és ott már sakkoznom kell. Előre már tudom, hogy a szeptemberem és az októberem is, akár jövőre egy év múltán ugye már szintén hullon lesz, idén, 10 év után, szeptember 5-től november 13-áig egy
szabadnappal dolgoztam, és az az egy szabadnap sem kellett, hogy legyen, mert éppen annyira olyan nagy zivatar volt, hogy a vendég azt mondta, hogy azért mondjuk le, és csak ezt az egy napot voltunk, lettünk volna együtt, úgyhogy nagyon sajnálta, de én meg nagyon örültem, mert már nagyon kellett ez az idegenvezet, ez a szabadnap. Ne csináld úgy, ahogy én csinálom, mert vannak olyan idegenvezetők, én 2024-ben fogok épp váltani arra, hogy egy szabad napot beszeretnék ittatni, és hamarosan arról is lesz szó, hogy árazás, és hogy hogy fogok változtatni 2024-re. 2023-ban most, ugye ma november 18-a van, ahogy mondtam, minden nap be voltam táblázva, és naponta háromszor, négyszer mondtam le egyéni vendégeket. Ennek az volt az oka, hogy már nem, egyszerűen nem bírtam, mert hetente 70-80 órát dolgozom, emellett nekem négy lábam is van, és nagyon most az ötödiket ugye mutatom be épp neked, hogy egy ilyen, mondjuk így, hogy passzívan egy online idegenvezető akadémiát álmodtam meg, mert láttam, hogy a piacon ennek van értelme, és szükségetek van rá. No, szóval ebben a jövőben én is változtatni fogok, mégpedig, hogy egy nap be fogok ugye iktatni a szabadnapot, és sajnos, mivel hogy infláció van mindenhol a világon, nekem is emelnem kellett árat, ezzel így kiszámoltam, hogy idén, amit szabadnap nélkül tudtam ugye megkeresni, ezt szeretném jövőre, vagy jövő 2024-ben is, de azért egy szabadnappal. No, hogy én válogatom meg, hogy kit vállalok el, hogy jutottam erre így 2023-ban, hogy jött el ez. Ez is ilyen nagy dolognak tűnik, vagy na, hangzik, így mondanám. Sajnos az én tapasztalatom tényleg, és biztos vagyok benne, hogyha már itt tapasztalt idegenvezetők vannak, voltak olyanok, akiknek az utazási iroda például 3 hónap múltán fizetett, vagy éppen volt olyan történet, hogy megbeszéltük egy nagyon híres utazási irodába, hogy Krisztina, ráérsz 3 hónap múlva, vagy 4 hónap múlva? Igen, beírtam a naptáromba. Ilyenkor, amikor beírom a naptáromba, én 2-3 főt naponta veszítek, mert hogy lemondtam, hogy a privát idegenvezetésben vagyok erős, és inkább erre építettem fel az én kis birodalmamat, hogy magánszemélyeket 2 főtől, akár egy 13 fős baráti társaságot is szépen így elvezetek, de ilyenkor én veszítek, ugye? És akkor 3 héttel ezelőtt ráírok az irodára, hogy közben itt nézem a csetet, hogy mi a helyzet, hamarosan vagyunk, ugye ilyenkor én kiadom már előre, mert hogy lehet eladni valamit, hogyha nem tudom, hogy mi lesz a program arra a 4 napra, kiadom a dolgokat, és azt mondja, ja, hát nem beszéltük meg. Hogyhogy nem beszéltük meg. Itt van az e-mail, hogy jó, tartsd, kérjük, oda volt írva konkrétan az, hogy kérjük, és ilyenkor azt csinálja az iroda, hogy inkább akkor a megbeszélt ugye programra Magyarországról kihoz ugye Portugáliába egy idegenvezetőt, ez bármelyik országra így hiteles, és akkor azt mondtam, hogy aki engem ajánlott erre a munkára, amúgy előtte már dolgoztunk is, hogy kérlek szépen többet ne ajánlj engem, mert hogyha én ezzel az irodával nem akarok dolgozni. Ma, 10 év után 2 ilyen irodának nem dolgozom. Szóval erre oda kell figyelni, sajnos nem tudunk nagyon ebben így pozíciót váltani, de csak így tudjuk magunkat megvédeni, hogyha magunkat is becsüljük, mert ezt érzik az irodák, a vendégek, úgyhogy egy nagyon fontos üzenet tőlem, hogy becsüld magad az idődet. A vége ennek a sztorinak az, hogy ugye még 3 heten volt, persze, hogy még meg tudtam tölteni, de hogyha nem lettem volna ennyire, nem is tudom, kapos abban, amit csinálok, akkor meg ott vagyok a placon. Nem én keresem a klienseimet, hanem ők engem, ezt szerintem már megválaszoltam számodra. Én azt gondolom, hogy bárkiből lehet sikeres idegenvezető, és miért gondolom ezt így? Azért, mert
nem feltétlenül az iskolában, és ebből még ugye, vagy az akadémián, vagy az egyetemen, vagy bárhol fogsz kapni ezekre választ, hanem neked kell megtalálni a kérdésekre, amiket feltetnek a vendégek. Én egy telefonnal rohangálok egész nap, és ez az én irodám, a 70-80 órában, amit naponta dolgozom, és van egy nagyon jó kis jegyzett füzetek, amiben ahogy ötletem van, ez egy ilyen sárga kis lap, biztos neked is van, jegyzetek, beírom gyorsan mosdóban, bárhol, ahogy van időm, azokat az ötleteket, azokat a kérdéseket, amiket feltettek, amiben mélyebben keresnek választ, és hogyha nem tudom a választ, ez egy nagyon fontos nálunk szabály idegenvezetőknél, hogy soha nem mondd azt, hogy nem tudod a választ, hanem mondd, hogy utána fogok nézni, és még ma küldöm üziben, vagy e-mailben, mert hogy jó, hát ez nagyon érdekes volt, és tényleg, még ha nem is érdekel, megmondom őszintén, engem soha nem érdekeltek a virágok. 10 év alatt én most már akár egy botanikus kertben is szépen elvezetném a csoportot, mert hogy folyamatosan, és ez milyen virág, ez milyen fa, úristen, miért érdekli ez a fa, rendben, neked erre van szükséged, akkor ezt kapod. Mindig figyeld, hogy mire van szüksége a te, mondhatjuk így, célközönségednek. Ha pályaváltó vagy, akkor, és teljesen más tevékenységből élt, akkor ezért lesz érdemes, ugye, és hasznos ez az akadémia számodra, mert hogy idegenvezetőként én bakikat mutatok be, hogy javítottam rajta, hogy kezd el, és ötleteket adok neked erre, ebben az akadémiában, ami amúgy 5 videóból áll, 35 perctől 45 percig, és ahogy láthatod, én úgy gondolom, hogy nem rizsát darálok itt, hanem folyamatosan, pontosan elmondom a problémákat, és ezt ugye próbálom neked így megmagyarázni. Jó, akkor ha kezdőidegenvezető vagy, akkor pedig ezért lesz jó számodra. Mert hogy amúgy is az adta az ötletet, hogy milyen lenne jó egy ilyen akadémia, egy ilyen online akadémia, mert a Facebookon van egy nagyon jó kis csoport, egy szakmai csoport, idegenvezetők csoportja. Ajánlom, hogy ebbe lépj be. A Facebookon van egy ilyen kis kereső, és ott pedig írja, hogy csoportok, úgyhogy beírod, hogy idegenvezetők, Magyarországon idegenvezető csoport, vagy bármi, akkor biztos vagyok benne, hogy ki fogja neked ezt dobni. És ott láttam azt, hogy egy kezdő idegenvezető, több is volt, de egyre nagyon konkrétan emlékszem, hát olyan jól megírta a kérdését, hogy már azt éreztem rajta, hogy üvölt, hogy Úristen, nyissatok ajtót, és valaki segítsen. Mert hogy befejezzük a sulit, vagy a magát ugye a tanfolyamat, és utána pedig nem tudod, hogy hol kezd el, nem tudod, hogy milyen problémákkal fogsz ugye szembesülni. És azt kérte, hogy mit csináljak akkor, hogyha ott vagyok az idegenvezetésen, de úgy érzem, hogy nekem mélyebben bele kellene menni az adott vendégnél, a sztoriba, a történelembe, hol kezdjem? És akkor ott én is ezt csináltam amúgy, hogy felkerestem történészeket. Vannak ilyen csoportok, és ott kértem, emlékszem, egy olyan volt számomra megfelelő, akit találtam, aki már doktorantuszon, doktorált éppen, és tényleg ilyen a világ történelmet kértem tőle, és kérdeztem, hogy figyelj, nekem Portugáliával kapcsolatban kéne, főleg azt érzem, hogy a felfedezésekben nem vagyok annyira jó, és olyan történeteket szeretnék rávilágítani, vagy rákeresni, ahol éppen miért nem volt a hajón víz? És akkor most tényleg csak rumot ittak, meg bort, meg hogy volt ivóvízük 1 éven keresztül, Vasco da Gama felfedezte Indiát. És ezeket a dolgokat, ezeket az apróságokat, hát ezt nem nagyon tudod így kikeresni, tényleg csak, hogyha szakmai könyveket olvasol el, amire lehet fantasztikus, hogyha van időd, erre, de nekem 2 gyermekem van, és ugye éppen akkor cseperedtek fel, emellett pedig a vállalkozásomat indítottam, és nekem eszenciát kellett találnom valahol. Na, ebben az akadémiámban is az eszenciát fogod megtalálni. És ajánlom neked, hogy kér segítséget, ha azt érzed, hogy nem tudod, hogy milyen fajta típusú vendégeid vannak, és inkább az önismereti pszichológia, akkor kérj ilyen segítséget coachingoktól, idegenvezetőktől, ha nem tudod a történelmi részét, akkor történészektől.
Rengeteg podcast van, hogyha ingyen szeretnél, akkor keres rá erre, de mindig azt ajánlom, hogy inkább tényleg, akik ebben jók, akkor inkább fizetős segítséget kér, mert hogy most ebben a 45 percben is ugye nem tudok kitérni sok mindenre. Ha már csinálod egy ideje, ez az egyik kedvenc témám, ugye, hogyha már tényleg egy 15 éve vagyok a pályán, és itt vagyok én, aki 10 éve csinálom ezt, mi mindig azt érzem, hogy van hova fejlődni, még mindig azt érzem, hogy van olyan, amire nem tudom a választ, és még mindig keresem. Miért? Mert 10 év alatt annyira változott a világ, hogy láttam, hogy Orsi, ugye ő is, nem tudom, hogy még itt van-e velem, de a lényeg az, hogy Szabó Orsiát nagyon ajánlom, aki néha például az éj, a mesterséges intelligenciát tanultam, és utána még nagyon sokat fejlődtem, úgy érzem már, hogy többeknél beléptem, és hogy tudom a mesterséges intelligenciát például használni a 21. században, az idegenvezetésben. És erre az 5. leckében szintén ki fogok térni, milyen hasznos programokat lehet használni, akár videóvágásra, akár szövegezésre. Én például ma, 2024-ben úgy gondolom, hogy el tudom mondani a mondani valómat érdekesen, de nagyon rosszul pocsékul írok, és most épp egy szövegelő klubban vagyok benne, ahol havi szinten bedobom a szövegeimet, ott egymásnak adunk ötleteket, ez a mastermind, vagy ugye, hogy tényleg segítjük egymást. És egy ilyen csoportot kapsz, vagy lesz rá lehetőség, hogy belép, mégpedig az én kis csoportomba, ahol mi idegenvezetők fogjuk egymást támogatni, havi szinten lesz egy ilyen zoomos megbeszélés, ezt majd e-mailben meg fogod kapni, hogy hova lehet majd becsatlakozni ebbe a kis csoportba, mert hogy az értelme ennek a csoportnak az, majd, hogy tényleg tabuk nélkül válaszoljunk meg kérdéseket. Megnézem, hogy ezt egy kérdés, nyugodtan, szuper, örülök, Melinda. Majd jöhetnek kérdések is, gyorsan itt váltok a következő szállt, és megnézem, hogy vagyok időben. 30 perc, nem hiába vagyok idegenvezető, tényleg szeretek beszélni. Szóval mi az, ami egy idegenvezetői képzésen nem tanítanak, de mégis nagyon fontos, hogy boldogulj? Hát a gyakorlat maga, hogy milyen problémákkal fogsz majd szembesülni, mert kapunk mindenre például választ egy kicsit, hogy az adózási rendszerről, meg még sorolhatnám. Én mindig azt mondom, hogy ebben se vagyok profi, hanem akkor olyan, a weboldalamon egy GDPR-nek kell lennie. Honnan értek én hozzá, mint jogász? Kér segítséget olyanoktól, akik a szakmában benne vannak. És mivel, hogy én tényleg az igazságot szeretem, ez egy nagyon nem szegény, hanem kemény szakma, nem csak jó oldalai vannak, nem. Mindjárt ugye mesélek a jó oldalairól is, hova jutottam el, honnan is, merre, hová, most 2021-ben, 10 év alatt, de ez egy olyan szakma, hogy néha 70 év felettiek, 75 évesek, mindig azt szoktam mondani, hát ezek nem Coca-Cola-n nőttek fel. Én úgy gondolom, hogy energikus vagyok. Minden reggelemet úgy kezdem, hogy magnézium, a térdem már itt 10 év után néha érzem 41 évesen, és akkor beszedem a kis kurkuma, kagyló, poromat hozzá, C-vitamint iszom, meg még valamit iszom, de most ez nem jut eszembe, szóval vitamin sorral kezdem a napomat, hogy legyen rengeteg energiám, de ott van benne az, hogy benne van a kis falatkám, egy ilyen kis műzli a táskámban, mert hogy a vendégek úgy jönnek, mi jól bereggeliztünk. Oké, én 10 éven keresztül nem tudok jól bereggelizni. Nekem ez egy folyamatom, hogy és akkor nem akar ebédelni, és ott vagyunk már, hogy úristen, én már 4 órakor már mindjárt rájúdolok, ugye, mert 7 órás túráim vannak néha, vagy 8 órás, vagy vannak kiutazós, ahol tényleg 350 kilométert is megteszünk, és lehet, hogy 10 órás lesz, vagy 9. Fontos, hogy mindig legyen nálad egy kis kaja, egy kis harapnivaló, víz, mert hogy bele fogsz halni. Vannak olyan vendégek, akik ezt bírják, mert ők jól bereggeliztek. Sajnos ez egy kemény szakna. Néha van olyan, hogy már én mondom, hogy a fiataloknál, hogy 1 órakor, 9:30-kor kezdem a túrát, 9:30-kor, hogy most már ezt szeretik mondani mosdóba. De vannak olyan kollégák, akik jobban csinálják,
Én úgy gondolom, hogy nekem ez így nem tetszene, és ezért nem csinálom mit. 2 óra múlva, akarod, nem akarod, mert hogy én is idegenvezetésben részt veszek, most kötelező kávészünet van. Vannak olyan vendégeim, akik egy kávéra se akarnak költeni, és nem feltétlenül várom el tőlük, hogy meghívjanak. Na, ezt a vendégeim nagyon jól tudják, és erről is van szó az akadémiában, hogy mindig ne várd el a vendégettől, és ezt látom a kollégáknál a legtöbbnél, hogyha meghívják ebédre, akkor kalkulált bele a te árazásodba az, hogy ki kell fizetned az ebédedet, a kávédat, és ne ott legyél, hogy jaj, most meghív, most nem hív meg. Szóval ezt nem szeretem, de természetesen csináld úgy, ahogy neked ez rendben van. Nem minden munkát kell elvállalnod, húzd meg a határaidat, és bátran mondj nemet, amikor úgy érzed. Ezzel én a 10 évemből 8 évig nem tudtam nemet mondani. Az elején főleg, mert hogy ott vagy, hogy minden munkát el kell vállalni, mert hogy ebből fogok épülni, ebből fogom érezni azt, hogy én ugye tanulok ebből. És ez tök jó. Igen, tanulsz ebből. Lehet, hogy 2 évig, 3 évig, de egy idő után már azt látod, hogy úristen, én ezt nem akarom csinálni. És a pandémia nekem éppen arra volt jó, hogy ott azt mondtam, hogy nem. Én ezt nem. Nem lesz munkám, nem tudom, lesz elég kenyérre pénz. Oké. És ott voltam, hogy akkor nemet mondok. És ma már azért, mert hogy megbecsülöm magam, mert hogy tudok nemet mondani, mert hogy tudok árat emelni, mert hogy belekalkulálom azt, hogy az ebédemet, és hogy nem kunyorgok ott, hogy jaj, hogy kérlek szépen, akkor fizesd ki. Akkor azt látom, hogy ezáltal én szintet léptem. Én jobb vagyok ettől, és keresett vagyok a piacon. És hogy honnan kezdtem, és hogy hol vagyok ma, amikor kijöttem Portugáliába, akkor egy 25 évesen ugye egyetemen tanulunk, hétvégente zenekarban játszottunk, amit megkerestünk kis pénzt, oktattunk, trombita órákat adtam a kis panellakásban szegény szomszédok. Ugye volt olyan, hogy egy hétre 10 eurónk volt, 10 évvel ezelőtt ez is nagyon kevés volt, és 10 eurót kellett beosztanom úgy, mint háziasszonként, hogy lehet, hogy ma vacsorára csak egy szardinyán kezdkedtünk rá, száraz kenyérrel. Komolyan mondom neked, komolyan. És víz, csak víz, ennyi. Ma már Lisszabon belvárosban élek, az idegenvezetésnek köszönhetően 10 év alatt így fel tudtam építeni ezt a cégemet, mondhatjuk így. Magánvállalkozóként dolgozom, nem szeretnék irodát, ennek is megvan az oka, ezt nem szeretném kifejteni, és úgy gondolom, hogy 7 év, vagyis bocsánat, hogy 7 külföldi út évente, idén 7-szer voltam, vagy megyek most ugye külföldre, azért ez egy szép eredmény, de lehet, hogy neked nem ez a célod, de úgy gondolom, hogy azért van nyomata. Oké, pozícionálni kell magad. Itt a pozícionálásnál azt értem, hogy el kell döntened, hogy te, mint idegenvezetőként tényleg miben vagy jó. Ha te képtárban, vezetésben, akkor ezt csinál, ez legyen az alapja, ezt kommunikál. Például én nagyon szeretek együtt dolgozni olyan kis csoportokkal, ugye most már évente körülbelül 4-5 olyan utazási irodára dolgozok, akiknek nagyon fontos, én nem akartam kiutazós idegenvezető lenni. Nekem fontos volt az, hogy én minden este az ágyamban aludjak, mert hogy ugye így váltottam, hogy zenészként, ugye, hogy akkor éjfélkor én már szépen elmentem aludni, és nem kell még ingáznom szimfonikus zenekar előadás után. És 4-5-öt vállalok be csak, amikor én egy 3-4 éjszakát nem alszom otthon, hanem például Lisszabonból elmegyünk Portóba, sőt, még átmegyünk ugye Santiago Compostelába, Spanyolországba, de ez az én döntésem. Miért? Valljuk be, azért 2 gyerek után, így annyira zsongás, meg ennyi munka után azért egyedül 3 nap szállodában kelni nem annyira rossz. 4-5-ször évente. Szóval nekem is kell ez a kis pihenés, és ezt én így bevállalom. Mivel a gyerekeim most már felnőttek, valamennyire 10-13 évesek, 2024-ben lesz az első ilyen
nagyobb dobásuk, most már Azori-szigetekre viszek csoportot, és ez szintén ez az én döntésem volt. Úgyhogy pozícionálnod kell magadat arra, hogy hol érzed, miben érzed jól magad, és menjünk is tovább, kivel szeretnél együtt dolgozni. Ezen a ponton, amit eddig elmondtam, hogyha van kérdésed, kérlek, írd meg. Kértem, és be is pinneltem, hogy írd meg, hogy nagybetűvel, hogy kérdés, utána pedig jöhet maga a kérdés, hogy majd lássam, hogy miről volt is szó. Nem vagyok nagyon aktívak a chatben. Ó, kaptam is kérdéseket, szuper, csak megnézem, hogy nagyon jó, hogyan kezded a konfliktusokat. Oké, erre el is adok választ, oké? Melinda, kérlek, írd be majd következő alkalommal ugye a kérdést. Jó, akkor menjünk tovább. Merre halad ez a szakma, és hogyan tudod elérni, hogy hogy kereselkedj a piacon? Én az akadémián belül előrelátó voltam. És szeretem, én amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtem ezt a pályafutást, én már akkor úgy pozícionáltam magam, hogy én privát idegenvezetést szeretnék. Erre tettem ugye a hangsúlyt, hogy nem utazási irodáknak, igen, elküldtem az utazási irodáknak, nagyon sokaknak. Amikor munkát keresünk, egy CV-t ugye írunk. Én is beírtam a CV-t. Igen, én pályakezdő vagyok, nem vagyok még tapasztalt, de itt vagyok Portugáliában, beszélem a portugál nyelvet, itt a Facebook oldalam, akkor, hogyha már volt ugye a weboldalamat, azt is beletettem. Szívesen segítenék, mint utazási irodát, mint csoportokat vezetni. Most jelenleg privát túrákat vezetek, és nem tudom, napi szinten, heti szinten ennyi. Úgy gondolom, hogy ha nem is, nem tudom, egy egész napra, de egy fél napra nagy segítség lennék a csoportnak. És egy CV-t beküldtem körülbelül egy 30-40-50 utazási irodáknak, akiknek ugye megtaláltam a Google-ban, megtaláltam a Facebookon és más platformokon annó 10 évvel ezelőtt. De nekem mindig is az volt, hogy privát idegenvezetés, kis csoportok, ez legyen, ezen legyen a hangsúly, hogy ne legyek kiutazós idegenvezető, ugye? És hát nem is volt a tapasztalatom, hogy milyen egy 40 fős csoporttal dolgozni, de már dolgoztam akár 60 főssel is. És merre halad a ma ez a szakma? Most is akkor így előrelátó vagyok, mint akkor 10 évvel ezelőtt voltam, hogy ma kiknek van értelme, ugye kik kérik a legtöbben az idegenvezetést, főleg a pandémia után, hát persze, hogy a privát nem akar 40 fővel keveredni. És most azt mondom, hogy a jövőben azoknak lesz nagy dobbanásuk, akik 15 fős kis csoportokat vezetnek, és akik privát idegenvezetők. Miért? A mostani 60 évesek tudnak használni boltot, beszélnek nyelveket, nem félnek a kártyától, tudja, hogy mi az, hogy Revolut, tudja, hogy PayPal. Lehet, hogy a te anyukád nem, de az én anyukám, aki nem beszél angolul, de beszél portugálul, Majorkán pihen. Szerzek neki egy idegenvezetőt, magyar nyelven szépen levezeti neki a programot, megoldja 2 napra, 3 napra, vagy a Barakához, biztosan nem ismered, akkor kérlek, nézd rá a Facebook oldalon, vagy akár a Google-ban, kis csoportokat vezetnek, élménytúrákat adnak, gasztrótúrák, a Wikitáliával idén nagyon-nagyon jót dobbantottunk, jövőre 4 gasztrótúránk is lesz. Jogatáboroknak segítettem. Írj rá különböző vezetőkre. Joga, gasztró, fotó, szeret önismereti tábor, leszeretne fogyni. Lisszabon 7 dombra épült. Nagyon várom azokat, akik szeretnének fogyni. Naponta 14 ezertől 20 ezer lépésig teszek meg. Most kitalálhatod, akkor szeptember 5-től november 13-ig, akkor miért kell egy kis kurkumás, kagylós port innom a térdemre. Oké? Szóval ír rá és ajánlj fel ezeknek a csoportoknak. Fantasztikus, hogyha nyáron élménytábort fognak szervezni, és nem mint idegenvezető. Ez ugyanúgy működik Magyarországon is. Ír olyan angol, ha angolul idegenvezetsz, vagy olaszul, vagy németül, olyan csoportokra, akik tudnak hozni magukkal 30 főt, 20 főt, és ajánlj fel, hogy összeáll, segítesz nekik összeállítani a programot. Légy te a munkának a tervezője, és a te kezedben legyél. Ne te várd az utazási irodáktól, hogy jaj, idén lesz munkám, most cukinak kell lennem, hogy
hogy adjanak munkát, és engem válasszanak Klára helyen. Nem, te vedd a kezedbe a sorsodat, hogy milyen lesz a jövőd. És ezeknek pedig fantasztikus, hogy összeállítasz egy 4 órát, egy 2 órát, és már van munkád. Jó? Gyorsan haladok tovább. Velünk időt spórolnak, ugye a vendégek. Ma már annyira ellustultunk, elkényeseltünk, hogy egy 45 évesnek, én 41 vagyok, legyen egy 40 évesnek, nincs ideje arra, de akár egy 30 évesnek is. Most 23 éves volt nemrég nálam, tényleg. Mert hogy ő már dolgozik. Nincs ideje felkészülni. Nincs egyszerűen. És akkor felkér ugye egy idegenvezetés, amiben pedig gyorsan 2 óra alatt egy talpalót kap tőlem, és akkor mondom ötleteket. Erre mész, arra mész, bulizni szeretnél, arra mész. És ezt nagyon-nagyon szeretik. Úgyhogy ami még jó, hogy miért privát idegenvezetés, mert hogy ez egy státuszszimbólum is szerintem. Ha te meg tudod engedni magadnak a Michael Kors, vagy a, nem tudom, a New Balance cipőt, most mondtam valamit, ugye a Jordan cipők azok jobban mennek, akkor, és meg tudod engedni, én kérem szépen idegenvezetésen voltam, én ezzel nem fogok bajlódni, hogy 3 hetet itt felkészülni, meg keresgélni, hogy ez azt mond, és ez már rég elavult infó volt, hanem nekem hazamegy, elmondja a szomszédnak, elmondja a havernak, 100 emberből, 20 biztos, hogy el fog jönni hozzá. Kiposztol róla fotókat. Amúgy ilyen idegenvezetésem volt. Ah, és ki volt, mi volt, mesél. És így terjednek a dolgok, és ezért jönnek hozzám, és ezért van ennyi sok munkám. Mutasd meg magad, mutasd meg az arcod. Nincs olyan, hogy nem vagy szép. Nem, nincs olyan, hogy én az akadémia online-on fogod látni. Úristen, így beszélek a videóval, fogalmam sincs, hogy mi van a túloldalon, mert a frontális videómon, ezen az androidos telefonon, oké, ez egy kicsikét 800 eurós volt, azért nem olcsó, de így vettem fel, frontálisan, fogalmam sem volt, hogy mi van ott, csak körülbelül tudtam. De szerintem fantasztikus ez, nem? Nem erről van szó. Amúgy van, aki nem mutatja meg csak magát, csak ugye a prezentációban, úgyhogy nagyon jó, ha mutasd meg magad, az emberek így tudnak veled kapcsolódni. Jó? Következő. A szakma a következőben fog változni a jövőben, ebből egy kicsit már elmondtam, ugye, hogy a privát túrák lesznek előnyben, van például a Vanderbel, ők is ilyen 15 fős csoportokat most Kubában jártak, ha a jövőben elmegyek Kubában, nagyon szeretnék, ami azért tudjuk, hogy tartani kell egy picit tőle, meg még sorolhatnám hány pár országtól, akkor egy ilyen 13-15 fős csoport számomra fantasztikus. Nem biztos, hogy elmegyek egy 40 fővel Kubába, oké? Kis csoportok fő és élménytúrák. Ez meg is volt, erről beszéltünk. Hogyan légy keresett a piacon, ugye mellettem Szabadosi Ági van, aki az RTL klubban éppen reggel vezet műsor, de akár a könyvboltjáról is nagyon híres, vagy legalábbis valamennyire hallottatok róla. Volt az idegen vezetésemen, és nagyon cuki, tényleg nagyon jó volt vele beszélgetni. Tud azt, hogy a celebek nem kérnek idegen vezetés. Úgyhogy ez már szerintem egy dolog, hogy ez nagyon jó, hogy kérte. Miért nem kérnek ide? Mert félnek attól, úristen, nem akarok más senkit. A minden fotót, amit kapok, mindig csak engedélye teszem ki. Ez nagyon fontos, és neki is azt mondtam, hogy csak akkor készítsünk fotót, én mondtam, és hogyha elküldöd nekem, és engedélye, kitehetem azt. És mai napig, képzeljétek el, figyeli az oldalamat, és hogyha írok neki, akkor ő ugye az oldalán, akkor ő válaszol nekem, ami nagyon kedves tőle. Szóval a celebek nem akarnak idegenvezetés általában azért, mert hogy félnek magukat, hogy ugye majd akkor mint a tegnapig a Királynős Netflix-es sorozatot néztem, és épp most már az utolsó évadjában járok, ahol éppen Dianát folyamatosan anya fotózzák. Szóval nem akarnak megjelenni. De én a privát szférájukat szívesen ugye megtartom, és tényleg voltak nálam olyan celebek, akiket nem teszek fel. Folyamatos jelenlét, öt közösségi oldalon, hogy szoktam, hogy csinálom én, hogy keresett legyek a piacon. Látom, hogy Orsi itt van, ugye meghívott engem vendég webinárra, szintén előadóként, ahol erről meséltem, hogy amint van időm, gyorsan beírom a kérdéseket, ezt gyorsan megválaszolom, és annyival vagyok könnyebb helyzetben, hogy a mindennapi életemet megmutatom. Sztori, lefotóztam azt,
Hát a vendégek is fotóznak mellette, gyorsan akkor már nyomom a sztorit, odaírok két szót, és az, hogy téged minden nap látnak és hallják, ugye eszik a te történetedet, a te napodat, vannak emberek, akiknek unalmas az életük. Tényleg unalmas. És akkor te élteted őt azzal, hogy rád néz, hogy ó, kicsit Lisszabonban vagyok, ó, egy kicsit Párizsban vagyok, ó, egy kicsit még valahol vagyok. És gyorsan posztolok. Vannak olyanok, igen, hogy meg kell vágnom a videókat, akkor villamoson vagyok, gyorsan megváltam. Erre fantasztikus kis appok vannak, InShot, TikTok, Snap, meg mit tudom én, tényleg, hogyha kell, ezt az akadémiámban megkapod, mert hogy erre egy külön videót felvettem, hogy mik azok az appok, amik segítenek neked, és hogy csinálom ezt, hogy öt közösségi oldalon minden nap megosztom magam, hogyan építem a márkámat, hogyan építek és kollaborálok másokkal, ezt már egy kicsikét ugye kifejtettem, és hogy arra törekszek, hogy maradandó élmény legyen a klienseknek, mert hogy itt tudom, hogy majd fognak ajánlani. A maradandó élményt azt nagyon nem vagyok már időben, még egy picit kérek akkor időt. Maradandó élményt az alatt értem, hogy én belefektetem azt az 5 centemet, 5 eurót, még hogyha mínuszban is vagyok, vagy fél órámat odaadom, hogy a vendég úgy menjen el tőlem, hogy azt érzi, hogy teljes mértékben ő pozitív, szóval, hogy maximálisan mindent megkapott tőlem. Ne légy fukar. Hogyan legyél keresett, ez már megvolt, hogyan jelenjünk meg, hogyan építsük a márkákat, és kapcsolódjunk másokkal, legyél rugalmas, alkalmazkodj, erről volt eddig szó. És ezen a ponton, ha van kérdések, kérlek írd be a chatbe, hamarosan megválaszolom. Ügyféltípusok. Erre is ugye kitértem az akadémiámban, milyen ügyféltípusok vannak, ezeken az ügyféltípusokon gyorsan végigmegyünk. Ezer van, de tényleg ezer ügyféltípus van, nem hiába ilyen pszichológiai könyveket szoktam olvasni, hogy milyen kell. Erről is van szó az akadémián, de te is nagyon sokat könnyen ugye megtalálsz a Google-ban. Van az a típus, aki ezer kérdést tesz fel, nem várja meg, hogy válaszoljunk. Akkor az elején, én nagyon szeretem a briefinget 20 percben, amikor találkozunk, szempottantós, mosoly, 32 fok, nagyon jó, hogy fogorvosom van, ez nagyon fontos, nagyon fontos a szimpátia, és gyorsan ugye elmondom neki, hogy ki vagyok, honnan jöttem, általában sokkal jobban érti az embereket az, hogy miért élsz Portugáliában, és kicsit a magánéletet, hogy megkérdezik, hogy hány percnyire lakok ettől a tértől? Ezt is el szoktam mondani. Két gyermekem vannak. Hogy vannak a gyermekek? Most épp iskolában vannak, és nagyon jól vannak, ennyi évesek. Ezt imádják, utána pedig ugye elkezdem mondani, hogy amúgy itt vagyunk Lisszabonban, 700 ezer fős lakosságú, tanuljunk meg portugálul, olá, ciao, ilyen az időjárás, és már ahogy érted, szépen mondom, beleszól, 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 meghallgatom, lenyugszom magam, érzi az energiámat, azt mondja, vette a lapot, mindent el fogok mondani, kérek 5 percet, és utána pedig szívesen megválaszolom, előttünk van még 3 óra, 7 óra, és biztos mindenre megkapod a válaszod. És akkor oké, és akkor elmondom a mondani valómat, és attól kezdve megnyertem a vendéget. Ilyen pszichológiai tippeket is adok majd az akadémiámban. Van az, akinek semmi sem tetszik, és még rád sem néz. Új, imádom ezt is, mert hogy egy kihívás számomra, ezeknek az embereknek gátlásaik vannak, és neked kell saját magadban eldönteni azt, hogy lehet, hogy neki gyermekkori traumája van. Lehet, hogy ő azért nem akar, mi csak rád sem nézni, voltak olyanok, mert hogy én sokkal szebbnek tűnök, én már ezeket is láttam, hogy mi arra a fejében, miért lerakta, mert beszélek, és képzeld el, megnézi a cipőmet, és így lecsekkol. El tudod képzelni? Beszélsz valakivel, és nem a szemedben néz, hanem a cipődet nézi. Na szóval ezekre is vannak tippeim, hogy lehet őket ugye meggyőzni. Akinek minden tetszik, és hálás azért, hogy elvállaltad. Hát ezek a leghálásabb vendégek, akik már tényleg 3 éve követ. Általában az 1 éves, 1,5 éves követés az, akik figyelnek, és ezért kell napi szinten ugye posztolni, mert őket nem tud vagy nem volt ott az ideje, hogy elinduljon, hogy megvegye ugye a jegyet, vagy valami történt, és akkor amire ott van már 1,5 év múltán, hogy találkozik veled, bocicsoki,
Dúró Rudi, és akkor, jaj, hát annyira már ismerlek, már mindent tudok róla, már azt is tudom, hogy mit eszek karácsonyra. Ezek fantasztikusak szoktak lenni a vendégek, és nagyon jó napot szoktunk eltölteni velük, akik mindent is meg akar nézni. Hát úgy szokták kezdeni, aztán 3 óra után, ilyenkor nem mond semmi. Oké, persze, meg fogjuk nézni. 3 óra után látja, már 6 kilométer van a lábomban, már annyi információt kaptam, hogy már nekem ez is elég lenne. Amikor egész napos idegenvezetést kérnek, akkor nálam ez egy 7 órás túra, és nem mond semmit, magától rájön, hogy nem lehet 7 órában mindent megnézni. Na szóval, még nagyon sok ügyféltípus lenne, de ebben ugye bekategorizálni valamennyire azért fog segíteni az én kis online akadémiám. Menjünk tovább, csak a csekre ránézek, hogy napi díjszabás, erről is igen lesz, oké. Gyorsan. Gyorsan megnézem, hogy megvoltak az ügyféltípusok, akkor visszamegyek, elnézést kérek. Még sok ügyféltípus lenne, de megvolt ez is, és hogy a következő kérdés pedig az, hogy hogyan ismerem fel, hogy kinek mire van szükségem. Nekem most már 10 év távlatában, ahogy mondtam, pszichológia, meg stb. Már 3 perc is elegendő arra, hogy megkérdezem. De kezdő idegenvezetőként nekem mindig azt ajánlom, hogy az elején mindig megkérdeztem, és mai napig is ez szuper. Néha, amikor olyan furcsán látom, hogy bejelentkezett hozzám, azt sem mondta, hogy most 1 fő lesz, 3 fő lesz, Facebookon rám, hát rá szoktam menni a Facebook oldalára, és tegnap is például 1 fővel idegenvezettem, 1 fő volt nálam, mert hogy elmondta, hogy miért, de tudtam rögtön, hogy tudtam vele kapcsolódni, mert hogy láttam, hogy ő ilyen spiri dologban ott van, energia, ilyen tanár volt, vagy ilyesmi. És akkor jöttem én is a kis történeteimmel, és rögtön megvolt a kontaktus, és erre, mivel tudtam, hogy Izrael-el kapcsolatban is van, és akkor rögtön mondtam, az én történetben, amúgy én nem Örményországba mentem volna 25-én, hanem én is Izraelbe készültem, de tényleg, és sajnos az van, ami van. De rögtön már volt közös téma, mint ugye beszéltük a zsidóságot, elmentünk arra a térre, ilyenkor pluszban olyan dolgokat adok a vendégeknek, amiben ő érdekelt, nagyon fontos. Szóval ráérzek. Ezen a ponton megint csak, ha van kérdése, írd meg chatben. Hogyan szerez ügyfeleket önmagadnak, hogy ne légy kiszolgáltatva az utazási irodáknak? A közösségi média ugye fontosságáról volt szó, posztolj hasznos, érdekes információkat, helyi különlegességekről, hogy felkezd a vágyat és a kíváncsiságot, erről is beszéltünk. Milyen platformokon vagyok fent? Ugye, eldöntenem. Hogyha én például street art túrában lennék, jó, biztos, hogy az Instagram vagy a TikTok lenne a fő pozícionáló, ugye, ilyen platformon, de amúgy nekem, az én közönségem általában a 60-as, 65, jó van 40 meg 45, akik az Instagramon érnek el, de most már a TikTokról is jöttek vendégek, de a Facebook oldalam az erősségem, mert hogy olyanok jönnek általában, akiknek már van pénzük, ugye, nyugdíjasok, és nem beszélnek nyelveket. Ki kell ezt neked saját magadnak, akár a YouTube-on, YouTube-ról és a nagyon jó kereső motoron YouTube, jönnek rengetegen, mert hogy mit csinál a vendég? Felmegy a YouTube-ra, rákeres Portugália, Lisszabonra, magyarul, és kit dob ki? Hát persze, hogy engem. Elkezd nézni videót, több mint 100 videó fent van, hasznos tippeket adok, alatta ott a leírás, amúgy a videóban megmondom, hogy akkor gyere, idegenvezetése. Hát ez az én emberem, rengetegen jönnek. Szóval ki kell ezt tapasztalnod, hogy mi a te platformon. Erről volt szó, hogy ugye, hogy én nem azért vagyok 2024-re betáblázva, mert én szerencsés vagyok, hanem mert ez én dolgoztam. És hogy tudsz te ezen dolgozni, ugye ebben most remélem tudtam segíteni ebben az 50 percben, és ugye az akadémiai segítségedben. Segítségedre lesz, amúgy van víz is mellett. Jó, mindig előtte vagyok, hogy a emberek előtt, szemellel, és kemény munka van ebben. Hát ez erről volt szó, és a kapcsolatépítés nagyon-nagyon fontos.
hogy vettem fel ugye az elején több blogot, ugye írtam, írókat, vannak ilyen virtuális asszisztensek, aki akár, vagy tényleg nagyon jó kis történeteket tud írni, vagy podcasteket vettem fel, vagy mindenhol megragadtam olyan lehetőséget, ahol a témámról tudtam beszélni. Voltak ugye elutasítások is, hogy azt mondták, nekem ez nem érdekes, miért nem írok, semmi gond. 80 embernek írsz, 20 biztos, hogy beenged az ajtón. Következő. Szervezd saját magadnak a túráidat, ahogy mondtam, ajánlj fel magadat, ugye például jogásoknak, és akkor segíts nekik megtervezni. Ezt gondolkozz előre. Kérdés, hogyha van, akkor nyugodtan, és már is megy tovább. Az előadásom, ahogy mondtam az előadásom elején, szerintem mindenkiből lehetsz, ugye, sikeres idegenvezető, és hogy te is meg tudsz ebből élni, ebből a szakmából, honnan, hova jutottam el, erről is volt már szó. Menjünk tovább, mégpedig, hogy így tudod elérni azt, hogy ne kelljen aggódni az anyagiak miatt. Hónapokra már előre megvan, ugye be van táblázva, megvan a munkahelyed, és egy jobb életet tudsz teremteni, én szerintem erre jó példa vagyok. Nekem erre 10 év kellett, ahhoz, hogy neked ne kelljen erre 10 év, ezért hasznos ez az akadémia, ezért hasznos az is, hogyha majd a csoportban benne leszel, ugye akkor egymást tudjuk támogatni. És akkor nézzük is, mi is ez az akadémia. Megnyitom hivatalosan az akadémia kapuit, mint idegenvezetőként, mégpedig 5 leckéből áll. Az első leckében azt láthatod, hogy hogyan szerez meg az első vevőket, megjelenés különböző platformokon, amiről már volt szó. Mi van, ha nem csak magán idegenvezető szeretnél lenni, hanem inkább az utazási irodáknak szeretnél ugye dolgozni. A második leckében privát és csoportos túrák elemzéséről lesz majd szó. Mit kell tenned azért, hogy az első 5 percben ugye, hát tényleg így megkapta figyelmét a vendégnek. Erre adtam egy pár tippet, de sokkal több tippem van ugye az akadémiában. Mi a különbség, hogyha magánszemélyeknek, vagy éppen csoportoknak, ugye idegenvezetők, vagy utazási irodáknak milyen kérései vannak nekünk idegenvezetőkkel szemben, amit ugye be kell tartanunk, mint például, hogy az idő az mindig, amit ma nem tudtam sajnos tartani, de amúgy a munkámban, mint idegenvezetőként sokkal jobb vagyok ebben, ugye életem első webinárán veszek részt, úgyhogy elnézést kérek emiatt is, de mivel a csoportban havonta egyszer lesz egy webinár, ebben is fogok majd fejlődni. A harmadik leckében hogyan állítsd össze a túráidat és árazást? Ezt kérdeztétek a legtöbbet itt a chatben. Erről mindjárt majd mesélek, de ezt még jobban, mélyebben ugye végigmegyünk ezen az akadémián. Mégpedig, hogy kell a lemondást is, lemondásokkal ugye szembesülnöd. Ezt is láttam ezt a kérdést a chatben. Erről mesélek, de csak egy kicsit, mert ugye kevés az időnk, és erre van az akadémia. Benfentes tippek a negyedik leckében. Hú, például, hogy hogyan haverkodjunk össze a morcos vezetővel, például a tippekről leszünk szó, ugye, hogy kaptunk-e borravalót kapni, meg hasonló, ezek nagyon érdekesek, és ezek nagyon szoktak benneteket értekelni. Viselkedés, öltözködés, szezonon kívül mit tegyél, mi az, hogy szezon, és miért is érdemes valamit is ingyen adni. 5. lecke, készülj a jövőre modern eszközökkel, itt adok tippeket, hogy hogyan tudod ugye a vállalkozásod különböző platformokon ugye elindítani, és például a mesterséges intelligenciáról is szó lesz, és hogy kell-e félnünk-e attól, hogy elveszünk majd a munkánkat. A jövő új vagy régi elfelejtett utazás formája. Rendben, remélem, hogy érdekes ugye szövegek, vagyis témák vannak ebben az akadémiában. Kinek való az akadémia? Neked való az akadémia. Ha még nem vagy biztos abban, hogy tényleg az idegenvezetés a te utad, azaz, hogy pályaváltó vagy, és hát bírnám én ezt a sok embert. Néha be tudom zárni a számat, hogy ne válaszoljak vissza, meg stb. Akkor, hogyha ugyan elvégeztem már idegenvezetői képzést, de nem tudod, hogy induljál, hogyan a különböző helyzetekre készítelek fel majd, olyan gyakorlati tudásra van szükséged, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően alakítsd ki a portfóliódat, ugye, a portfólió ez alatt értem, mint téged, mint arcot, meg mint például ugye
az ajánlatodat, hogy garantált elégedett legyenek ugye a túráidon, a programaidon a vendégeid. Ha látod a Facebook oldalamat, azt hiszem, hogy 260, vagy valahogy így már tényleg nem tudom követni, 5 pontos értékelésem van, a Google űrlapomon pedig, ha beírod, akkor pedig 90 értékelés, az is pozitív. A Facebookon van 4,9 értékelést ér ki a Facebook, mert nem tudom miért az az 1% nem tudja felfogni, hogy mindegyik ötös volt, de ebben ne is menjünk bele, tényleg mindegyik ötös volt 200-on felül. Ismered a helyi nevezetességeket, történelmet oda-vissza, de nem tudod, hogy konvertált ezt a tudást jól működő bevételt generáló vállalkozásán. Nem tudod, hogy hogyan szerez ügyfeleket. Erre adtam már egy-két tippet. Idegenvezetőként szeretnél stabil követőtábort kialakítani a social media felületeiden. Én úgy gondolom, hogy tényleg stabil, mert hogy az Instagramon, a Facebookon vagy a TikTokon, bárhol folyamatosan növekszek, és nincs olyan, hogy úristen, 100-ra idegenvezető kikövetett. Mi ma, amikor elkezdtük ugye ezt a webinárt, 57-en voltunk, tényleg biztos az a 6 fő, 51-en vagyunk most, azért ment el, mert hogy egy, mert tudja, hogy visszanézhető lesz, ezt kommunikáltuk, kettő pedig dolga van, és nem tudtam sajnos tartani ugye ezt az időt. Mennyibe kerülnek ezek az akadémiák? Ez a tudás, amit máshol sehol nem érhető el. Én tényleg ezt így gondolom, mert igen, vannak idegenvezetői akadémián, de általánosan nem egy élő idegenvezetőtől, nem instant gyakorlati ismereteket kapsz majd ott. Ha komplett tananyagot, az 5 videót ugye megvásárolod, akkor csak 4 videóért kell fizetned, mert hogy egy videó 50 euróba fog kerülni, külön-külön is megvásárolható, és ha az komplett tananyagot megveszed, nem csak egy videót kapsz ugye ajándékba, hanem egy 45 perces konzultációt, tényleg a te márkádra, a te arcodra megbeszéljük, hogy hogy kell kialakítani magadat, hogy tényleg vezető legyél a te munkádban. És egyet kell, hogy mondtam, az első lesz kell, a második, a harmadik, a negyedik, ez 50 eurójával is megvásárolható, de hangsúlyozom, hogy csak is, szerintem így komplexben akkor érdemes, és egy 45 perces online még ugye konzultációval velem érdemes így megvásárolni, hogy teljes képet kap mindenről, ugye, és még segítséget is tőlem. Ez az online akadémia csak is november 30-áig vásárolható meg, csak idén 2023-ban, úgyhogy szerintem fantasztikus karácsonyi ajándék magadnak is, mert hogy 2024-ben úgy indulsz el, hogy már valami újat kezdesz el építeni. 2024-ben is megnyitjuk a kapukat, nem kizárt, hogy lesznek plusz online még leckék, de most idén ezt az ötöt csak november 30-áig vásárolhatod meg, és ez a webinár is november 30-áig lesz visszanézhető díjmentesen. Az akadémia bónuszokkal van tele, ugye, és a linket, itt beírtuk, hogy a linket keresd a chatbe, de nem látom értelmét most, hogy belinkeljem ugye a csoportot, hogy pluszban, hogyha megvásárolod ezt az akadémiát, akkor a csoportot is ugye belinkeljük, mert hogy automatikusan akkor be is léphetsz ebbe a csoportba, csak olyanokat fogunk bevenni ebbe a csoportba, akik ugye legalább egy ilyen leckét megvásároltak, hogy építsük egymást, és még plusz ugye 45 perces Zoom webináron is részt vehessél havonta. Mi különbözteti meg ugye az olyan idegenvezetőkkel, aki egy évre előre be van táblázva, és egy olyan idegenvezetőtől, aki a szenved szót itt inkább úgy mondanám, hogy zárójelbe tenném az új munkák megszerzésével, ugye, mert hogy erről is lesz szó ebben az idegenvezeti akadémiában. Rendben, menjünk is át arra, hogy köszönöm a figyelmedet, és most szeretném megválaszolni ugye a chatben a kérdéseket. Rendben, ugye ez az akadémia amúgy is egy másfél órásra volt így betervezve körülbelül ez a webinár, utána pedig rohanok is, kimennek az e-mailek, rohanok idegenvezetésre, mi másra. Úgyhogy most pedig jöhetnek a kérdések. Először is meg szeretném válaszolni azt a kérdést, amit én már az e-mailek kiküldésével előre megkaptam, csak gyorsan megnézem,
hogy még nem untok -e engem. Oké, tripezvár, minden lesz, szuper. Jó, az első kérdés, amit e-mailben kaptam, amikor ugye kiküldtük ezeket az e-maileket, hogy jövőre másik országba költözöm, és pályaváltó is leszek. Az itthoni szakmámat kint nem tudom űzni, de emberekkel foglalkozom alapvetően. Szeretnék zéróról indulni idegenvezetésben. Külföldi barátainknak már nagyon jól csinálom itthon Budapesten. Na itt van az, hogy én egy Facebook oldalra kezdtem, és nagyon jól csinálod, hogy már kipróbálod magad. Egyáltalán tetszik-e neked ez? Egyáltalán jó-e? Az, hogy barátokat körbevezetsz, és bemutatod nekik Budapest, előkészülsz adott témában, legyen az, hogy egy nem is tudom, például egy ilyen boros találkozót szervezel neki, ahol ebben az esetben a magyar borokról fogsz mesélni, és lehet, hogy éppen gasztruktúrákat fogsz vezetni. Ki kell tapasztalnod azt, hogy miben vagy jó. És a kezdő lépésekre nagyon kíváncsi lennék. Most mondtam el, ugye, hogy nagyon jól csinálod. Sajnos én nem sok, én sem tudok élőben jelen lenni, de ha rá hétfőn este visszanézem a felvétel webinárt, nagyon köszönöm, vissza fogod nézni, és meg is kapod erre a választ. Szóval pályaváltóként nagyon jól csinálod, próbáld ki magad, tedd fel magadnak azokat a kérdéseket, mi az, amiben jó vagy. Például vezető, drive leszel, vezetsz, és közben mesélsz. Nálam ez nem működik. Nálam mindig van sofőr, erről is beszélek az akadémiáról, megfordulok, és mesélek a vendégeknek. El nem tudom képzelni, hogy 60 kérdést feltesznek. Én, ha valamit csinálok, akkor jól akarom csinálni, de hát az akadémián ezt megtanulod. Második kérdés, hogyan alakítod ki az árat, valamint hogyan alakul ugyanarra az útvonalra egy személy és több személy esetén? Gyorsan egy szemmel láttam, hogy már a chatben feltettétek ezeket a kérdéseket, ezért most én ezt megválaszolom. Ha már meg lesz a válasz, akkor a chat kérdésedre majd megnézem, akkor még csak max ezt bővebben ugye el fogom mondani. Szóval az ár kialakítása nagyon röviden, ugye már az akadémiában ezt jobban így megformáltam erre a választ. Úgy szoktam ajánlani, hogy nézd meg, hogy körülötted mennyire dolgoznak. Menj fel különböző oldalakra. Mennyit ajánl Piroska, mennyit ajánl Maricska, mennyit ajánl, most mondtam, kicsit nem magyar neveket, jó, Pálma, az sem magyar név, mindegy, külföldön dolgozom, nekem ilyen nevek jutnak eszembe. Szóval, és döntsd el, hogy ezért a túráért akkor körülbelül annyi legyen neked is. Nem mondhatsz, hogyha valami például X-be kerül, és te 80%-ra felviszed ennek az árát. Próbáld meg ennek a mások kialakító túrájára kialakítani a te túráidat is, és úgy beárazni azt. De ha te úgy érzed, hogy te ezért ennyiért nem szeretnél dolgozni, mert te sokkal jobb vagy a töriben ebben, sokkal mélyebben bele tudsz menni. Vagy te plusz, ha gasztrotúrát vezetsz, akkor még kap egy sütit mellé, és neked ez nem kifizető, akkor ez egy nagyon jó tipp, hogy tegyél rá egy picit többet, mert neked ez az. Én beleiktattam például azt, hogy az ebédemet benne legyen 10 euró, mert hogy mi van akkor, hogyha elmegyünk, akkor 10 eurót én kifizetem. Ha meghívott, köszönöm szépen, ha nem, semmi gond, ez benne van az árban. Egy személy és több személy esetén, nagyon érdekes kérdés, ezzel én is nagyon sokat szenvedtem, és ugye most már 10 év után azt mondom, tegnap az egy vendégem, mivel nekem úgy van beárazva, hogy két főig 2023-ban jövőre 80%-ra emeltem, jól hallod, 80%-ra emeltem a túráimon, nagyon rég nem emeltem. Én nem tudok folyamatosan emelni évközben. Én egyszer emelek, de nagyot, és miért ennek volt ez a döntése, mert hogy a körülöttem lévő külföldi kollégák már mondták, Krisztina, nem vagy normális, és tényleg nem vagyok az, de nem tudok, csak akkor tudok, amikor szeptemberben már jönnek, augusztus végén jöttek már a jövő évi ugye, foglalások, és akkor gyorsan megcsináltam az évi ugye, katalógusomat, és akkor ment is, hogy ennyi lesz jövőre, és akkor úgy emeltem, ahogy már a kollégák emelnek, és amennyiért ők dolgoznak. És idén még azaz egy személy még be tudta vállalni a két főig árat, és ki is fizette nekem azt. Jövőre ez az egy személy nem feltétlenül fogja tudni kifizetni,
De lehet, hogy ő egy fél napos túrára jön, és nekem az a célom jövőre, hogy kevesebbet dolgozok, de ugye a bevételem ugyanaz legyen, ne csökkenjen. Én azt látom, hogy nem fog. Izgultam, de most már, ahogy be vagyok táblázva, azt látom, hogy minden rendben lesz. És ha az az egy személy, imádom azokat, amikor kollégák főleg nem tudom felfogni, és csak ezt az egy-egy mondatot elmondom, mert hogy ezzel nem értek egyet. Én ha elmegyek kollégához, akkor nem mondom azt, hogy szia, kolléga vagyok, és amúgy kapok egy kis árengedményt. 3 pont. Csend van. Szóval ilyenkor kérlek, tényleg tiszteld magad az, és ne adj árengedményt. Jó. Milyen képzés és iskolát szükséges elvégezni az ilyen pálya elkezdéséhez? Illetve utána hogyan, milyen oldalon kezd neki az ember a munkakeresésnek? Kérlek, itt például érdemes lenne körülnézned, és a turisztikai főirodánál ráírni, hogy ők mit ajánlanak, vagy a Facebook csoportban is, az idegenvezetői csoportban nagyon sok sulit ajánlanak, hogyha te éppen Magyarországon szeretnél ugye elkezdeni az iskoládat. Miért nem szeretnék erre külön így kitérni? Azért, mert hogyha külföldön vagy, akkor teljesen más, mint Magyarországon, ezért a turisztikai főirodánál lehet ugye érdeklődni, vagy éppen csoportokban lép be idegenvezetői csoportokban, és ők neked ajánlani fognak, amúgy is, hogy melyik jó és melyik nem. Kedves Krisztina, az lenne a kérdésem, hogy mennyire szükséges elvégezni egy főiskolai BSC képzést ahhoz, hogy érdemben tudjak segíteni másokon. Vagy elég, ha szíve lélekkel és kis kutató munkával készülök az utazni vágyóknak. Pályamódosításon gondolkodom. Fontos, hogy csak is engedéllyel idegenvezetőknek ugye van engedélye, ugye, hogy idegen vezessen, ezért, hogy ha én a te helyedben 20-23 éves lennék, ugye nincs családom, van időm, vagy van esti dagozat, akkor miért is ne? El lehet végezni a BSC-t. De ha, ugye ez a bakalaur, utána néztem, hogy Magyarországon ez mit jelent, de ha ki tudod ezt ütni más lehetőségekkel, ami például egy olyan képzés, egyéves tanfolyam, mert hogy most már Magyarországon egyéves tanfolyammal is lehet engedélye rendelkező idegenvezető, nekem ezt nemrég mondták, remélem, hogy ez tényleg így van, keres utána, akkor nem feltétlenül kell több évet dolgoznod. Nézd meg, hogy mi az, ami számodra jó. Rendben, most már tényleg megyek a kérdésekre, amelyet a csetbe kaptam, mert hogy, ha jól látom, ez volt az utolsó szlájd, így van, és jöhetnek a kérdések a csetben. Gyorsan, ezt még 15 percen van, és vége is van. Gyorsan felmegyek, és megyek. Azért, ha megírjátok azt, hogy tényleg hasznos volt-e, nagyon megköszönném, mert ezt engem is ugye épít ezzel. Jó, akkor 45-en vagyunk az 57-ből, tényleg elnézést kérek, hogy így, de tényleg másfél órás, mert általában 45 perc, és utána egy 30 perc, amikről beszélünk. Hogyan kezeled a konfliktus helyzetet? Például, hát nem mondtad, hogy kanyargós és lehetős úton megyünk, nem szeretnék többé olyan utat, 7-8 személyes autóban. Ezt gyorsan megpróbálom felfogni, egy percet kérek, okay. Nem szeretnék többé olyan utat, 7-8 személyes autóban. Oké, lehet, hogy nem nagyon értem ezt a kérdést, de az elejét azt megértettem. Szóval, nem mondtad, hogy kanyargós és lehetős úton megyünk. Először is, ilyenkor biztos, hogy azt mondanám a vendégnek, de hát ettől szép az élet, hogy kaptunk egy kis ilyen plusz infót, hogy ilyen, nézd meg, milyen szép a táj. Fontos, hogy eltereld az ő figyelmét arról, hogy ez probléma. Mindig, akkor mondja le egy érdekes történetet. Amúgy ezen a kanyargós úton, nem tudom, 3 évvel ezelőtt, sajnos itt erdőtűz volt, és ebben az erdőtűzben, mivel hogy annyira felelőtlen volt, mert tényleg volt ilyen, nem tudom, a miniszterelnök, sajnos többen meghaltak, ta-ta-ta-ta-ta. Ja, ez rossz példa volt, mert amúgy meg elkezd félni, hogy a kanyargós úton van. A lényeg az, hogy egy olyan történetet mondjál neki, tényleg rossz példa volt, de remélem megérted az értelmet, hogy olyan történetet mondjál neki, hogy nem tudom, hogy itt annó 300 évvel ezelőtt még ezen a kanyargós úton itt óceán volt, és ma már 700 év alatt ez az óceán vizemel már teljesen már annyira visszahúzódott. El tudod képzelni, hogy mennyi amforát, meg mit találtak itt még a római idő alatt, bla bla bla. Szóval körülbelül ez lesz a jó megoldása. Próbáld elterelni a figyelmét, hogy
nem 7, hanem 8 személyes autóban. Ez amúgy azért, még ha jól értem a kérdést, már jöhet fel ez a kérdés, mert te nem kommunikáltad le az ajánlatodban, hogy egy 8 személyes autóban fog utazni, és egy nem tudom, és nem egy heten lesznek egy 16 fős autóban, vagy valami, amiben ő sokkal kényelmesebben érezte volna magát. Én nagyon fontosnak tartom, amikor látom, hogy a vendég már harmadszor ír nekem e-mailt, és folyamatosan kavar, 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 én a harmadik e-mailben is leírom. 9 órától 16:30-ig lesz a túra. Ezekben a pontokon fogunk végigmenni. Itt fogunk ebédelni, itt fogunk, fontos, hogy kommunikált, pontosan, hogy ez fel sem merüljön neki ez a kérdés. De le volt írva. Sajnálom, nem olvastad el. Na nem így mondom, hogy sajnálom, de le volt írva. A katalógusban ez a pont megtalálható volt. Második kérdés, miért nem iktatsz be több szabadnapot, ha egyébként megtehet, hogy ne mondj igen minden megkeresésre. De 2024-ben erre megtaláltam a gyógyírt, emeltem ára, be fogtok itt iktatni ugye több szabadnapot, úgyhogy ez meg lesz. Amúgy ennek a sok munkának az volt az értelme, hogy belvárosban két ingatlant is vásároltunk, és nyomultam, amíg fiatal vagyok, most már kezdek 41 után öregedni, ha-ha-ha, de már úgy érzem, hogy egy kicsikét lejjebb adhatok, de igen, lesz. A nyelvtudással kapcsolatban szeretnék kérdezni, milyen nyelveket kell tudnod beszélni? Köszönöm szépen. A nyelvtudás, én 6 nyelven beszélek, ez áldás, szerencse. Hetente van egyszer angolom, hetente van egyszer van olaszom, mert ezeket a nyelveket nem gyakorlom, és fizetek, igen, tanároknak, hogy képezzem magam, és szinten tudnám tartani ezeket a nyelveket. Miért? Mert volt olyan például, hogy én csak magyaroknak idegen vezetek, csak magyarok jönnek hozzám, és ennyi. Hogy a magyar volt olyan, hogy például Angliából, vagy Amerikából jött, vagy Ausztráliából is voltak, ahol a párja angol nyelven kommunikál. És ilyenkor például duplán vezetem a nyelvet, nagyon szeretik, én pedig miért is ne, nagyon imádom. Úgyhogy az angol nyelv szerintem nagyon fontos azért, hogy azt tud, és az a nyelv, amilyen nyelven szeretnél idegen vezetni. Ha pedig az adott országban, harmadik országban élsz, például Spanyolországban, nagyon sok idegenvezető van Tenerife-n, ajánlom, hogy akkor ne csak az angolt, és akkor meg a magyart, ugye, amint fogsz idegenvezetni, de a spanyol nyelvet is tanul, mert hogy meg fognak nyílni a kapuk. 3 nyelv kell hozzá. Második, vagy nem tudom, következő kérdés. Az eddig nem derült ki, hogy kizárólag magyarul vezetsz idegenvezetés, ezt most már ugye megválaszoltam, vagy portugálul, esetleg angolul. Volt már olyan is, hogy például Magyarországon nagyon sok orosz él. Én oroszul beszélek, ukránul, magyarul, angolul, portugálul és olaszul. És volt olyan, hogy konferenciára érkeztek, 8 férfi volt, valahogy 8 vagy 6, valahogy így, szerintem 8 volt. Amúgy imádom, amikor én vagyok egyedül, és csak férfiak vannak. Remélem, jövőre tényleg jön egy ilyen incentív csoport. Ezt is megmagyarázom az akadémián belül, hogy mi ennek az értelme. És csak férfiak lesznek, és hogy gyár, meg tolmácsolok is. Úgyhogy ott pedig ebben a 8 fős csoportban magyarul és oroszul is idegen vezettem. Mert az elért fantasztikus magas szint, amit most képviselsz több nyelvnek köszönhető, vagy csak a magyarnak. Csak a magyarnak. Csak a magyarnak. De emellett ugye kell portugálul is, mert hogy a portugál söpörjeim vannak néha, nagyon buszoknál, és az angol pedig Portugália egy olyan ország, ahol most nagyon sok külföldi dolgozik. És néha, amikor elmegyünk egy étteremben, akkor már felszoktam tenni a nepálinak vagy az indiainak, akik most érkeztek, hogy turisztikai helyen vagyunk, hogy English or Portuguese. Angolul szeretném, hogy megkérdezem, hogy felvegye tőlem a rendelést, vagy éppen portugálul. Portugálok nyitottak, semmi gond nincs azzal, hogyha angolul fogom neki feltenni. Én ebben nem látok problémát. Következő kérdés, Portugália interjú a részében tartottál már idegenvezetés, Monsanto, idányával, Estrella térség például. Engem is érdekel az idegenvezetési szakma, és mivel itt élek, az említett környéken nagyon a szívemhez nőtt, úgy érzem ez a vidék is megérdemelni a figyelmet. Tudom is, hogy ki vagy, fantasztikus, nagyon jó kérdésed van. Portóban van kollégám, én kollégákkal együtt dolgozom. És hogyha ki tudunk alakítani egy olyat, hogy
túrázók érkezzenek hozzánk, az a kis célcsoport, aki ezt a vidéket szeretné csak felfedezni, és nem fontos számára, hogy most Portugáliának a híresebb részeire menjen el, mert hogy igen, láttam olyan, mondjuk itt malán személyeket, akik az Estrel a térségben mentek, ugye túráztak, és hogyha ezt a térséget megtanulod, túraösvényeket, és az állatvilágát, és ahogy milyen virágok vannak, növények, a kövezetét, mert hogy ezeket fogják tőle kérdezni, akkor tudunk miről beszélni, és együtt dolgozni. Következő kérdés. Említetted, hogy idén 7-szer voltál külföldön a szakmai úton. Ezek nem szakmai utak. Én nagyon szeretek utazni. Ezek nem szakmai utak. Amikor én ugye trombita művészként dolgoztam, közben én figyelem már egyre gyorsabban itt az időt, dolgoztam, akkor nekem az volt, hogy nagyon sokat utaztunk külföldre a szimfonikus zenekarra, és mindig megmondták, hogy mikor, hol legyek, és úgy láttam az országot, hogy három órán volt szabadidő, abban be kellett vásárolnom, mert hogy az a Kárpátalján nem volt a, nem tudom, most Pepsi Cola buborékkal, most mondtam valamit, nem volt mangó, nem volt valamilyen márka, és ugye ezeket a dolgokat külföldre hoztuk, és örültünk neki, mint a majomnak, úristen, kaptam egy banán. És alig láttam a várost, az országot. És az volt az én feladat, az egy célom, hogy ha legközelebb utazom, én azért utazom, hogy pihenjek, és nekem senki sem mondja meg, hogy én mit csinálom. Jó? Úgyhogy ezek nem szakmai utak. Ez önköltséges utak. Portugálián kívül hány országban szoktál érdemezést is tartani? Ez is nagyon fontos célpont volt, hogy én nem akartam. Én nem akartam. Én a Portugállal elmehetnék Cabo Verde-re, volt egy ilyen megkeresés, lehet, hogy el fogok menni, mert amúgy azt mondták, hogy Krisztina, hozzunk össze szilveszterre, egy zöldfoki szigeteken voltam már 100 szigetén, portugálul beszélnek, imádom, életem egyik legjobb nyaralása, és azt mondtam, lehet, hogy bevállalnám, megcsinálom, összehoznám, mert ugye a portugálul partnerekkel le tudom beszélni, ott vagyok, és a portugál tudás, ez egy nagyon jó erény ahhoz, hogy ha valami nem úgy megy, akkor gyorsan tudok váltani, és megtalálom a megoldást. De jövőre, 2024-ben, 10 év után lesz az, amit én szintén én szeretném csinálni, hogy akkor Azori-szigetek. Ha több országban is tartasz idegenvezetés, akkor hogyan tudsz egy esetlegesen stabil bázispontot kialakítani külön-külön mindegyik országban, ha egyébként csak egy, esetleg kettő Magyarország. Ahogy mondtam, én ezt nem csinálom, úgyhogy relevánsan erre kérdést nem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Országban tartózkodsz állandó jellege. Hogyan tudod elérni, hogy ennyi helyen számon legyél tartva? Ezt megválaszoltam akkor. Következő, lemaradtam kicsit az elején, lehet volt róla szó, mindenképpen kell végzettség, vagy országfüggő, hogyan adnak ki engedélyt. Országfüggő, hogyan kell adni engedélyt, ezt meg is válaszoltam, és visszanézhető lesz az idő, ugye ez a webinár. Napi díjszabással vagy óradíjban dolgozol gyakrabban? Én napi díjszabással, abban nem, óradíjban elnézést, mert van 3,5 órás túrám és 7 órás túrám, de akár ezt is lebonthatod, hogyha neked 2 óra, akkor meg tudod magadnak szabni, hogy mennyi az, amennyi neked jó. Lehet 20-25 euró, ez attól függ, 3 főig, 2 főig ezt te neked kell eldöntened. Hogy? Erre adtam tippeket. Hogyan tudsz rákapcsolódni, ráhangolódni a vendégekre már az első pillanatban? Megadtam a választ, remélem, hogy hallottad, ha nem, visszanézhető lesz a webinár. Már a találkozás pillanatában tudod, hogy mi fogja érdekelni, vagy kis beszélgetés kell az elején, és ilyenkor fejben újra tervezem. Megválaszoltam. Közben megkaptam a választ a prezentet. Szuper, nagyon örülök. Lemaradtam az elejéről, elnézést, hát esetleg erről volt már szó. Ez az akadémia már csak engedélye rendelkező idegenvezetőknek szól. Nem, pályaváltóknak is, hogy eldönts, hogy szeretnéd-e ezt a pályát ugye választani. Ez az akadémia nem ad engedélyt, ez rávezetés, segédlet már kezdőidegenvezetőknek, akik van engedélyük, és már akik jobban szeretnék csinálni. Kérdés, a TripAdvisor-on fent vagy, mit gondolsz arról a platformon? Igen, fent vagyok, 55 ugye vélemény van a TripAdvisor-on, nekem nem jött be a TripAdvisor-on. Sőt, még Márta Dusai, azt hiszem, nem, elnézést kérek, biztos nem jól mondom a vezeték nevet, van egy
TripAdvisor szakértőnk, akinél voltam konzultáción, beállítottunk mindent, elmondta, hogy kell csinálni, nekem nem jött be ez a platform, de ismerek olyanokat, akinek bejön, ne vedd az én példámat, csinálj csak, és ha kell a hölgynek az oldala, szívesen, ha rám is, akkor átdobom neked. Mi a leggyorsabb módja a hivatalos engedély megszerzésének? Én úgy tudom, hogy Magyarországon, ha Magyarországon élsz, akkor most ez egyéves idegenvezetői tanfolyam, ismerek egy hölgyet, aki épp most ezt végzi, ha rámész, akkor megadom, megkérdem tőle, és vagy összehozza benneteket, és megválaszolom ezt privátban. Az egyetemi vendéglátás turizmus szakon nem tanulsz idegenvezetést. Ez most kérdés vagy válasz? Igen, én erről nem beszéltem, úgyhogy szerintem ez csak egy kijelentő mondat volt. Elnézést, még egy kérdés. Portugáliában milyen képzést tudni kell végezni, amivel engedélyt szerezhetek, és itt dolgozhatok? Van lehetőség itt is egy-két éves képzésre. Portugáliában 4 éves képzésről van szó. Általában ugye ez egy egyetemi bakalaura, ugye ilyen képzésről van szó, de van rá lehetőség, hogy engedélyt kér a turisztikai, ahogy mondtam, ilyen fő irodánál, és ennek a neve az, hogy RNAAT. RNAAT. Ha erre rákeres a Google-ba, akkor kapsz erre választ. Bejön ide. Ezt az engedélyt. Oké? Oké, akkor köszönöm nagyon, én is köszönöm az előadást. Nagyon szépen köszönöm nektek. Úgy gondolom, hogy most épp 10:30 Magyarországon, 11:30 van. Nagyon jó munkát végeztünk. Küldünk mindent e-mailben, hol lehet megvásárolni az akadémiát, a csoportot, és köszönöm, hogy itt voltatok velem. Nagyon jó volt. Köszönöm. Sziasztok!